Sziasztok, Dincser vagyok, ez pedig itt a Ghost Recon Wildlands PvP módjának összefoglaló kritikája. Mint azt néhányan tudjátok, a játékmód múlt héten megjelent, úgyhogy a hétvégén mi is bementünk és megnéztük milyen is. Alapvetően egy 4v4 arénáról beszélünk, de nem a hentelős fajtából, inkább olyan lopakodós, kicsit taktikusabbnak szent, de ugyanakkor gyors a time to kill, szóval vigyázni kell, mert amikor harc van, akkor harc van, könnyen és gyorsan halsz meg. Nincs respawn, a meccsek alatt a csapattársai tudnak feléleszteni korlátlan alkalommal és időkorlát nélkül, feltéve, hogy olyan helyen haltál meg, ahol elérnek, anélkül, hogy ledarálnák őket. A térképek változó méretűek, de különösen nagynak egyiket sem mondanám, túl sok sincsen, de ezen könnyű lesz változtatni a jövőben, úgyhogy ez nem befolyásolt minket. A játékban van négy alapkast a támadójátékos, a mesterlövész, a support és a mindenes. Ez a mindenes az, amit legelőször megkapsz, amikor elkezdesz játszani a PvP-vel, az összes többit állokolni kell majd. A mindenest leszámítva, ezeken a kategóriákon belül található további négy altípus, amelyik mind más és más passzív és aktív alapképességekkel rendelkezik a főkaszthoz passzolva. Ezen felül a játékban kapott XP-vel szinteket tud lépni, amik a fő kategóriára jellemző skilleket tesznek elérhetővé a szokásos, 25 szintnél megveheted ezt a képességet, mindezt pedig a szintlépésekért kapott pontokkal teheted meg. Itt van a játék talán a legnagyobb hibája elrejtve, ezek a képességek, ugyanis az egyes kasztokat lényegesen erősebbé tudják tenni, mint az alapból elérhető mindenes. Ezért aztán például, amikor mi első szintű csapatként a játékban összekerültünk 20 plusz szintűekkel, akiknek gyorsabban jelöl a drón, hogy egyenesen drónzavarújuk volt, jó fegyverrel jöttek, több HP-juk volt, a ismeret már nem is kellett ahhoz, hogy gyakorlatilag hentel de legyen az első pár meccsünk. Ugyanezt lehet matchmaking problémának betudni, amit majd idővel javíthatnak is, de én azt gondolom, hogy gyakran előfordulhat, hogy nem fogsz tudni meccselni, mint ahogy érzésem szerint velünk is ez történt, nem pedig a matchmaking volt hibás. Egész egyszerűen nem volt a játékban velünk egyszintű csapat, aki éppen akkor matchmakingelt, ugyanis később kaptunk hozzánk hasonló csapatot, felteltőleg éppen akkor szerencsésen álltak a csillagok. Én azt gondolom, hogy ez mindenképp ordító hiba, hogy olyan mechanikát terveznek, amiben az első pár meccsélmény szinte kódolva totális kudarc, mert ezzel elrendetik az újakat és magasra teszik a belépési szinte. Egyszerűen a többség nem fog végigszopni X meccset kvázi esélytelenül azért, hogy folyamatában szép lassan legalább valahogyan kiegyenlítse a pályát, és elkezdhessen tényleg eséllyel játszani. Biztos vannak közöttetek szuper lövők, akik azonnal le fogják tudni darálni a magasabb szintűeket is, Lássuk be, hogy a többség nem ilyen. Nem vagyok játék dizájner, de ezt a forgatókönyvet szerintem illet volna kezelni, mert előre látható volt. Például úgy, hogy nagy különbségeknél a gyengébb csapatnak a statjait felbaffolják az ellenfeléhez, gyorsabban jön majd neked is az egyes szintű dró, mint alapból, pont ugyanolyan gyorsan, mint a 25. szintűnek. A következő meccsen természetesen nem kapod meg ugyanezt a buffot, ha sikerül azonos szinten találni neked ellenfél csapatot. Könnyű okoskodni, tudom én, csak szerintem saját magukat lőtték ezzel tökön, hiszen pont az első pár meccs az, ami alapján a legtöbb játékos eldünti, hogy tetszik-e neki a játék, visszaadja két óra belül belül en hogy egyáltalán visszajön -e valaha a játékba. Mi minden esetre átszenvedtük az elejét, hogy nektek ne kelljen, és később egyébként egy egészen kellemes kis PvP modot kaptunk. Egy dolog volt, ami kifejezetten idegesített a játékban, az az, hogy van egy képzeletbeli vonal a térképen, ami kívül a túl sok időt töltesz el, akkor egyszerűen meghalsz eddig talán semmi furcsa nincsen benne, de amikor homlokig mész a Jinja-ba, szart se éjszaka van és még lőnek is rád, akkor egy kicsit nehezebb erre figyelni. Arról nem is beszélve, hogy olyan pályákon is jelen van, mint például az a bányaszerű izé, ami konkrétan fallal van körülvéve, de a fal melletti másfél méter, na azt nem használhatják. Mi a fasz van azon a másfél méteren belül, amiatt nem lehet használni? Ráadásul, ha nem vagy ráfüggő a minimapre, ami nem annyira egyértelmű golyók elől futván, előtted fizikailag a játékban semmilyen vizuális megjelenése nincs a pálya szélének. Befutsz a fedezékbe, azt egyszer csak egy kurva nagy visszaszámlálást látsz, hogy takarod vissza, honnan jöttél paraszt. Hát köszi. Szerintem igazán vehették volna a fejlesztők a fáradtságot, hogy nem csak képzelbeli csíkokat húzkodnak a minimepekre, hanem természetes választóvonalakat tesznek, mint például egy kibaszott kanyonfal, nem pedig másfél méterrel előtte a semmiben, de lehet folyó, kerítés, tisztás, szakadék, autóút, tényleg bármi. A játék egyik kulcselem egyébként a drón az egész mechanika elköré épül. Ennek segítségével meg lehet jelölni az ellenfeleket, így láthatóvá válik a hádon, illetve a képernyőn is bármilyen fedezék mögött is van, a teljes csapat számára, minimum együtt, blabla. Bla. Mozgással ez a jelölés eltávolítható, és nagyon is ajánlatos, mert nem egy életbiztosítás céltáblával a melede rohangálni, hogy ha-hó, ide lőjetek. Szerintem egyébként a drónok OP-k, én sokkal manuálisabbra csinálnám. Kelljen a drónosnak zoomolnia és kézzel jelölnie, tényleg szúrjon ki téged a buzódba. Nem pedig ilyen könnyedén, hogy a pálya másik felén elfingod magad is, már is kapod kulót, vagy rosszabb esetben a mortál rakétákat a búrádra. Ezáltal, hogy ezt a mechanikát a végletekig leegyszerűsítették, az a taktikai réteg, amit a fejlesztők megcéloztak, szerintem elvész. Jön a drón, kussolsz vagy lősz, és várod a te drónod cooldownját és ez a lemezben végtelenítve itt-ott lövöldözéssel, vagy amikor véletlenül találkozol más játékosokkal. A játék egyébként technikailag jól van kivitelezve, stabil volt a szerver, nem éreztünk lagot, jó grafikai beállításokon is stabil volt az FPS, szóval egy jól optimalizált kis cuccról van szó. Összesítve tehát egy szerethető játékmód lett, biztos lesznek rajongói, de semmi átütő húha élmény nem hoz, Sokaknak fog laposnak is repetitívnek tűnni a játékmenet és semmiképpen sem egy kassza sikermód, ami majd megváltja a világot. A játék megvásárlását most semmiképpen sem ajánlom, főleg csak amiatt, hogy a legtöbb helyen teljes áron adják, mert próbálják a mostani hype-ot meglovagolni. Akinek megvan már, azt szerintem próbálja ki érdemes egy jó két óra szívásra felkészülni egy átlagos játékosként az elején, de ha már egyszer megvan, kifizetted, akkor próbáld ki. Az nem látszik még, hogy mennyire ragad majd meg az egész játékmód. Az elérhető statisztikákat torzítja, hogy ingyen hétvége is volt a megjelenéskor, Szóval ez még a jövő zenéje. Visszatérve egy picit a vásárlásra, annyira semmiképpen sem eget rengető Istán király GT, hogy azonnal rohanjatok és vegyétek meg. Várjatok egy picit, amíg elül a por, elcsípettek egy leárazást, egy második ingyen hétvégét, és nézzétek meg, hogy miről is van szó. Nekem ennyi lett volna ezzel kapcsolatban a mondani való. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, like ha van véleményetek, kérdésetek, nyomjátok kommentbe, ha nem értetek valamit, nyomjátok nyomjatok a dislike-ra. Ha szeretnétek még ilyen videókat, és még nem tettétek meg, akkor nyomjatok a subscribe gombra, és támogassátok a csatornát. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!